az ACR Negundo Flamingot szeretném megmutatni, mégpedig itt egy olyan változatát, ahol ilyen 2-20 körülre van föloltva. Tehát ugye itt a 180, ez 2-220 körülre van föloltva. És a kérdés, hogy ezeket a fácskákat, amik éppen, hogy csak az oltás fölött volt egy kis bokréta, tehát kb. Egy 30 centis kis bokréta volt rajta, tehát ugye ezek most már mondjuk ilyen 70-90 centis ágak vannak rajta, ugye, tehát a ACER Negundo az a zöld juhar, az a minden kibíró juhar, ami tűri a szárazságot, vadonnő, egyébként irtandó, tehát egy nagyon rossz tövényű, de ennek a flamingo változata, ami fehér tarka, a rózsaszín bemosódásokat, tehát itt már lehet látni a friss hajtáskon a rózsaszín bemosódásokat, oda nézzenek, ott fönt lehet látni a gyönyörű szép rózsaszín bemosódásokat. Most 2018 nyara van, és hát pont ezt számolgattam, hogy 14 vagy 15 tavasz végén ültettük, ez itt egy iskola, tehát egy iskola elé, és hát itt az volt a kérés, hogy itt ugye itt egy trolibusz végállomás van, hogyha oda néznek, itt a 74-es trolibusznak van a végállomása, és hát itt kiállnak ugye a trolibuszok, úgyhogy itt folyamatosan tisztán kell tartani a vezetéknek a környékét, úgyhogy valami olyan fát kell ültetni, ami vagy nem nő nagyra, vagy pedig jól nyírható. Most ez a Acenenguno Flamingo, az körülbelül a kettőnek nagyjából így a így az ötvözete, így befele majd még jobban meg lehet hagyni, de gyakorlatilag, hogyha itt mondjuk itt a járda szegélyt vonalába majd elvágják mondjuk egy 6-8 év múlva, amikor eljön az ideje, akkor az tökéletesen fog tudni majd működni, úgyhogy gyakorlatilag itt fönt egy 2 méteres magasságba, tehát onnan indul a korona, gyönyörű szépen fog tudni növekedni, egyébként ebből lehet majd téglalapot vágni, egyébként ide benéznek, akkor pont lehet látni ott egy fészket, olyannyira, hogy még van is benne egy lakó, ha jól látom. Úgyhogy ez über cuki, hogy már van lakója az ACER Negundo Flamingónak. Ez olyan jó érzés, ha ember ültet egy fát, és akkor utána később lehet rajta látni már fészket is madárkával. Na hát ez nagyon-nagyon jó hír. Szóval, hogy így néz ki ez a fa, és egyébként ugye itt lehet látni, hogy már ezeket a rózsaszín bemosódásokat érdemes vele dolgozni, érdemes akár utcafrontra vagy kertekbe is ültetni, mert mondom, egy nagyon jól alakítható fa, amivel nagyon jó tereket lehet aztán utána beültetni, mert nem növi túl magát. Mondjuk, hogy összehasonlításképpen ott egy celti szociálentes, egy nyugati ostrofra rendben, hogy tűri a vágást, a nyírást, de hát azt ott évente egyszer azért meg kell vágni, mert belenő gyakorlatilag a vezetékbe. Az ACER Negundo Flamingo, az pedig egy olyan szép díszfa, ami nagyon tágtűrésű és utcafronton nagyon jól kezelhető.